napokban megkezdődött a Laudai Faller utcák újraaszfaltozása is, pontosan úgy, ahogy ígértem. Az idei évi költségvetéshez 3 módosító indítványt nyújtottam be, amely tartalmazta a Honszerző utca teljes újraaszfaltozását, a Laudai Faller utcák felújítását, illetve a Kodály Zoltán rövid szakaszának, az 58-64 közötti szakasznak a felújítását. Az előző képviselői ciklusban, amikor a terület önkormányzat képviselője voltam, akkor elindítottam egy olyan projektet, aminek a része a mellékutcák felújítása volt, akkor a képviselői keret terhére. Most nyilván listás képviselőként képviselői kerettel nem rendelkezem, most ennek a módosító indítványomnak köszönhetően tulajdonképpen folytatódik a Kodály utca felújítása.